Helyi szinten, helyi eszközökkel és helyi igények alapján alakítanak ki úgynevezett nőközpontokat az ország 67 helyszínén, mintegy 13,3 milliárd forintból. Ezekben képzési, átképzési programokat és tréningeket szerveznek majd nőknek, illetve olyan szolgáltatásokat nyújtanak nekik, amelyek segítik a nők munkahelyi és otthoni kötelezettségeinek összehangolását a gyermekvállalás mellett. Ilyen lesz például a pótnagyi szolgáltatás. Amint felállnak ezek a nőközpontok, ők nyilván direkt is keresni fogják a hölgyeket, tehát számos hirdetés lesz, meg fognak hirdetni különféle programokat, és bízunk benne, hogy erre minél többen fognak jelentkezni. Még nagyon fontos feladata egyébként a központoknak, hogy a helyi munkaadókat, illetve a munkavállalókat összehozzák, és hogyha mondjuk van egy olyan vállalat vagy szervezet a megyében, amely akár részmunkaidőben a tipikus formában rugalmasan tudna hölgyeket foglalkoztatni, akkor oda a munkaerőt el tudják vinni. Hazánkban az elmúlt mintegy 2,5 évben nagymértékben emelkedett a nők foglalkoztatási rátája. Az Európai Uniós országok között itt a legkiemelkedőbb ez az adat. A 15-64 éves korosztály 61%-a dolgozik, így ezzel elértük az uniós átlagot. A kormány több kezdeményezéssel is segíti a nők visszatérését szülés után a munkaerőpiacra, ilyen például a munkahelyvédelmi akcióterv és a bölcsődei rendszer fejlesztése. A részmunkaidős lehetőségek tekintetében azonban még gyermekcipőben járunk Magyarországon, tette hozzá Fűrész Tünde. Miközben az unióban nagyon sok hölgy pontosan azért, hogy a családi kötelezettségének is megfelelően helyt tudjon állni, gyakran részmunkaidőben dolgozik. Nálunk ehhez képest még a részmunkaidőben dolgozóknak az aránya az viszonylag csekély, úgyhogy szeretnénk, hogyha ezek a nőközpontok hozzájárulnának ahhoz is, hogy a munkáltatókat egy kicsit érzékenyítsék a tekintetben, hogy bizony nem csak tipikus, hanem atipikus módon is lehet foglalkoztatni. Kiemelt hangsúlyt kap még az itthon kevésbé ismert távmunka, részmunka és munkaerőkölcsönzés fogalma is. A program középpontjában nem csak az édesanyák állnak, az idős szüleit gondozó nők vagy a pályakezdő fiatalok is profitálhatnak majd a nőközpontok szolgáltatásaiból.